Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió híradóját látják. Ma, december 26-án az Istvánok és a Dénesek ünneplik névnapjukat. Karácsony másnapja van. 66 éve Mindszenty József esztergomi érseket letartóztatták kémkedés, valutaüzérkedés, hűtlenség és hazaárulás vádjával. Most pedig nézzük a legfontosabb híreket, először csak röviden. Nem fogadta el a szerb kormánya a tanügyi szakszervezetek javaslatát. Nagy kihívásokra számíthat Szerbia a jövő évi soros EBSZ elnöksége kapcsán. Van még tennivaló, de alapvetően jól teljesített a szabadkai önkormányzat. Évérték előtt tartott Maglai Jenő Szabadka polgármestere. Újraindult a termelés a legnagyobb kolubarai színfejtőben. Nem fogadta el a szerb kormány a tanügyi szakszervezetek javaslatát. A tanárok a fizetési osztályok bevezetését követő fizetéscsökkentés ellensúlyozására 4500 dináros havi segélyt kértek. Az illetékes minisztérium szerint egyelőre erre nincs pénz. Az elhúzódó pedagógus sztrájk megoldásaként a kormány a tanároknak egyszeri támogatásként 7500 dinárt ajánlott fel. Ezt a tanügyi szakszervezetek visszautasították, és 4500 dináros rendszeres havi segély ellenében lennének hajlandóak a megszokott módon folytatni az oktatást. Szerdján Verbic szerint az állam nem tud eleget tenni a pedagógusok követelésének. Jelen pillanatban nem tudnak többet fizetni, de miután a takarékossági intézkedések eredményt hoznak, akkor jut majd pénz a béremelésre is, nyilatkozta az oktatási miniszter. Hozzátette, nem alkudoznak, hanem tartós megoldást keresnek a tanügyi dolgozóknak. A tárcavezető kéri az érdekképviseleteket, hogy legyenek tekintettel az ország gazdasági helyzetére és teljesíthető követelésre. Álljanak elő. A szerbiai tanárok a Nemzetközi Munkaszervezethez fordulnak Szerdján Verbic magatartása miatt. Az oktatási miniszter bejelentette, akik december 22-én nem dolgoztak, azoknak levonják a béréből azt a napot. Slobodan Brajković, a szerbiai oktatási dolgozók szakszervezetének elnöke szerint ez a lépés példátlan. A világban sehol sem lehet ilyen módon korlátozni a véleménynyilvánítást, sehol sem akadályozzák azt, hogy valaki tüntessen az alacsony bére miatt. A minisztérium a tanárok fizetés csökkentése helyett más módon is takarékoskodhat. Hatalmas összegeket költenek a különböző továbbképző tanfolyamokra, amelyek teljesen haszontalanok, kizárólag pénzmosásra szolgálnak a szakszervezeti vezető szerint. A szerbiai parlament mai ülésén az energetikai törvényjavaslat vitája szerepel napirenden. A törvényjavaslatba bekerült az EU harmadik energetikai csomagja, valamint nagyobb védelmet biztosítanának az elektromos energiafogyasztói számára is. A napirenden szerepel még az építési törvény és az engedély nélküli épített objektumok bejegyzésére vonatkozó törvények módosítása, a Szerbiai és az Európai Bizottság közötti és az IPA 2 előcsatlakozási alapok származó pénzügyi eszközök felhasználását szabályozó keretegyezmény megvitatása, valamint az anyakönyvi törvény módosítása. Nagy a kihívás és az elvárások is Szerbia jövő évi soros EBSZ elnökségével kapcsolatban. Az eddigi kormányok mindegyike egy stabil gazdaság szükségességéről beszélt, most viszont a költségvetésnek köszönhetően egészségessé is válhat a gazdaság. Ivica Dačić szerb külügyminiszter kiemelte, több éven át csak beszéltek az unióról, most pedig végre megkezdődtek a tárgyalások. Szerbiának bizonyítania kell a jövő évi EBSZ elnökség során. Nagy kihívás előtt áll az ország azért is, mert jövőre 40 éve, hogy megszületett a Helsinki záróokmány, amely az EBSZ elődszervezetének, az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezletnek a dokumentuma, emelte ki Ivica Dačić szerb külügyminiszter. A kihívások mellett az elvárások is hatalmasak, de Szerbia egy olyan állam, amely készen áll az elnökségi feladatok elvégzésére. Szerbia komolyan készül a soros elnökségre, ezért egy olyan merész költségvetést fogadott el, amely egy egészséges és stabil gazdaság alapjául kell, hogy szolgáljon. Szerbia nemzetközi helyzete az idei évben sokat javult. Čini mi se da mi imamo mnogo više, mnogo manje vere u sebe nego što mnogi imaju od nas ta pozitivna očekivanja. Čak i ta činjenica da smo mi imamo dobre odnose sa Rusijom,
se u tim krugovima ne uzima kao naš hendikep, nego na mestu na kojem se nalazimo, a to mi je rekao čak i ukrajinski ministar spoljnih poslova, Klimkin, je rekao da on misli da ako Srbija to upotrebi u interesu organizacije, u smislu mogućnosti lakšeg posredovanja komunikacije. I komunikacije, da će to biti veliki doprinos Srbije. A nemzeti érdekek megőrzése mellett továbbra is fontos a nemzetközi párbeszéd. Ezért Alexander Vučićtyal hamarosan megállapodnak a német nagykövet fogadásának időpontjáról, mondta Dačić. A miniszterek tanácsa, amelyen 57 külügyminiszter vesz részt, 2015. január 3-án és 4-én esedékes. A koszovói kérdéssel kapcsolatban Dačić kiemelte, semmiképp sem elfogadható a függetlenség kikiáltásának módja, mivel nem felel meg a nemzetközi előírásoknak. A Brüsszelben folyó párbeszéd jelenleg semleges ponton áll. A tárgyalások február 9-én folytatódnak. Szabadka városnak sikerült megőrizni a pénzügyi stabilitását, sikerült ésszerűsíteni a közalkalmazottak számát is, mondta Maglai Jenő, Szabadka polgármestere évértékelő sajtótájékoztatóján. A polgármester optimistán tekint a következő évre, amely során sok új projekt és befektetés valósulhat meg. Az idei év során sok nehézséggel szembesült a szabadkai városigazgatás. 2014-es évben a konszolidációt és a stabilizálását kellett elvégezni az önkormányzatnak. Rendbe kellett hozni a közgazdást, ami nagyon nehéz ebben a helyzetben, amikor a köztársasági szintről a munkaerő stop van. 2014-ből sok pozitív eredményt tud felmutatni a szabadkai önkormányzat. 100 millió dinárral csökkentek Szabadka város költségei, sikerült a távfődíjak egységesítése, amely Szabadkán a legalacsonyabb az országban. 20 utcát aszfaltoztak le, és több millió dinárt költöttek a közvállalatok munkaeszközeinek fejlesztésére is. A közvállalatoknak a nagy részében komoly problémák voltak, pár kivételével, de a nagy részében komoly problémák voltak, pénzügyi gondok voltak. Egy pár közvállalat az teljesen tönkre lett téve, volt olyan közvállalat, amelyekkel nem nagyon foglalkoztak, és pénzügyileg is rossz helyzetben voltak, szervezetileg is nagyon rossz helyzetben vannak, felszereltség szempontjából teljesen devasztálva voltak. A polgármester elmondta, nem csak a sikerekről szólt az elmúlt év, vannak olyan tényezők, amelyeken továbbra is dolgozni kell. Ilyen a város közbiztonságának javítása. Maglai szerint a rendőrségnek sokkal hatékonyabban kellene működnie a jövőben, de az új munkahelyek létesítése is a következő évre marad. Nem érkeztek komolyabb újabb beruházások Szabadkára. Dolgoztunk rajta, részben objektív körülményei is vannak arra vonatkozóan, hogy elapadtak a támogatások a munkahelyek irányába a köztársasági szintről. A polgármester bizakodóan tekint a következő évre, amely során sok új projekt és befektetés valósulhat meg. Többek között a zsinagóga felújításának folytatása, a Népszínház újjáépítési munkálatainak újabb fázisai, a Szabadkai Műszaki Középiskola homlokzatának felújítása, több utca aszfaltozása, illetve a szennyvízelvezetés kiépítésének folytatása. A munkanélküliség csökkentését is remélik a 2015-ös évtől, ugyanis az új befektetéseknek köszönhetően 1000-1500 szabad munkaerőt tudnak majd foglalkoztatni a városba érkező új vállalatok. Ülésezett ma a Topolyai Községi Képviselőtestület. A község elnök helyettesének újra Predrag Petrovicsot választották, akinek Kókai Mernyák Melinda községi elnök lemondásával szűnt meg a kinevezése. Pénteken délelőtt döntöttek a többi között a költségvetés újraelosztásáról, valamint a 2015-ös évi községi bücséről is megszületett a határozati javaslat. A 37 napirendi pont között a közvállalatok éves programjainak jóváhagyása és bizottsági, valamint iskolaszégi tagok felmentése és kinevezése is szerepel. A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat élén Domány Dudás Dianát Huszár Attila váltja. A Topolyai KKT-ről szóló hosszabb összefoglalónkat holnapi híradónkban láthatják. A költségvetési keret 1.057.123.000 dinár, és tulajdonképpen az idei költségvetéshez képest, illetve a módosításhoz képest nem egész 1%-ot növekedett. Most ebben elő kell, tehát azt is el kell mondani, hogy 40 millió hosszú távú lejárató kölcsön is be van tervezve, hogy realizálva lesz-e vagy nem, ez még a jövő kérdése. De hogyha ezt kivennénk, akkor sokkal kisebb lenne, mint az idei keret.
7 hónappal az árvíz után újraindult a szénkitermelés a Kolubará-Támnáva részlegében. Mától napi 10 000 tonna szenet fejtenek ki. Ez 90%-os termelést jelent. A cél az, hogy a 2015-ös évben meghaladják a tavalyi 2013-as évben kibányászott szén mennyiségét. Újraindult a termelés a legnagyobb kolubarai szénfejtőben. A májusi áradásokban víz alá került bánya napi 250 000 euró értékű szenet termel ki. A lelőhelyet 5 hónappal a tervezetnél hamarabb szárították ki, ezzel 40 millió eurót takarítottak meg az országnak. A termelés beindítását pénteken reggel megtekintette Alekszandar Vučić kormányfő. Ilyen jós nekde oko 50 miliona tona vode da ispumpamo iz sa zapada na istok. Do sada smo oko 135 miliona tona, 135 miliona kubnih metara vode ispumpali, dakle, i kada to budemo uradili, onda ćemo proizvodnju u potpunosti da obnovimo. To je realno da se dogodi tek krajem aprila meseca, početkom maja. A kifejtett szénmennyiséget növelni fogják, amint kiszivattyúzzák a megmaradt vizet az elárasztott mezőről. A kolubarai medencében tavaly csaknem 31 millió tonna szenet bányáztak ki. Ako dođemo do iste proizvodnje kao 2013. u 2015. govorimo o proizvodnji uglja, pre svega snabdevanju energana, to je bilo na nivou 30,7 miliona, ako se ne varam, tona. 30,7 miliona tona. Zadatak im je da donesu 31 milion tona kako da se to uradi. A mi ćemo da vidimo ako budemo morali iz privatizacionih prihoda za jedan glodar da pomognemo. A termelés hamarabbi beindítása azt jelenti, hogy az ország energiarendszere stabil marad, nem lesz áramkorlátozás és drágítás sem. Alekszandar Vučić kormányfő a kolubarai bányaipari medencében tett látogatásán emlékeztetett arra, hogy a szénkitermelés nagyon fontos az ipar fejlesztésének és a bruttó hazai termék növelésének szempontjából. A demokrata párt számára a tartományi stabilitás megőrzése a legfontosabb, mondta Bojan Pajtić, a tartományi kormány elnöke. Nem tudja, hogy a Vajdasági Szociáldemokrata Liga miért kéri Pásztor István tartományi házelnök leváltását. A Vajdasági RTV-nek elmondta, igazságtalannak tartja a nyugdíjak és a bérek csökkentését, miközben az állam kezességet vállal a Srbijagászért, átvállalja a légiforgalmi társaság adósságát és támogatja a Dunáv biztosítót. Szerinte az Etihaddal kötött szerződés korrupcióból ered és rendkívül káros. A demokrata párt elnöke hangsúlyozta, a párt 76 tagját vették őrizetbe, de csak 5 esetben emeltek vádat, és csupán egy bírósági eljárást indítottak, tehát nyilvánvalóan politikai üldözésről van szó. Alekszandar Vučić kormányfő elutasította annak lehetőségét, hogy a kormány átalakítás során leváltják Dusan Vujović pénzügy és Zsejko Sertić gazdasági minisztert. Vujović munkájával elégedett a kormányfő. Meggyőződése, hogy a legtöbbet nyújtja, és kifogástalanul tudnak együttműködni. Vučić emlékeztetett, hogy Vujović saját maga mondta, nem távozik a kormányból, tehát az újságírók spekulációja alaptalan. Vučić szégyenletesnek nevezte a találkozást. 2,4 kg drogot, feltételezhetően marihuánát találtak a 34 éves szabadkai KH lakásában. Fennáll a gyanú, hogy KH már korábban is termesztett és árult kábítószert a városban. A gyanúsítottat kábítószer forgalmazása vádjával tartják fogva. Legfeljebb 30 napos előzetes letartóztatásban tarthatják. Most pedig nézzük, mi lesz még a híradóban. Kiosztották Szabadka turisztikai elismeréseit. Január 4-én újraindul a Dakar. Szegmeister Gábor motorversenyző már készül a nagy versenyre. Átadták a 2014. évi idegenforgalmi díjakat Szabadkán. A város turisztikai szervezete által odaítélt elismerést olyan vállalkozások kapták, amelyek hozzájárultak Szabadka idegenforgalmának fejlődéséhez.
5 kategóriában osztottak elismeréseket azoknak, akik a legtöbbet tették Szabadka idegenforgalmának serkentéséért. Tokom cele godine kad radite, nemate utisak koliko ste napredovali, vi vidite po posetama turista i po njihovim komentarima, ali jako je lepo kada neka treća osoba koja je u ovoj branši, koja je u turizmu, vas primeti rad, primeti kvalitet u vašem radu i nagradi vas za to. Szerbia és a régió idegenforgalma a 2014-es évben csökkent. Ez a nehéz gazdasági helyzettel magyarázható. Az emberek, amikor szabadságra mennek, és főleg, hogyha családról van szó, ahol gyerekek vannak, akkor tengerpartot választanak. A tengerpart természetesen külföldi utat jelent. Szabadkán az idén 10%-kal, Palicson pedig 8%-kal nőtt a turistaforgalom. A növekedés egyik fő oka a város kedvező turisztikai fekvése. Azt gondolom, hogy óriási lehetőségei vannak a városnak arra vonatkozóan, hogy a turizmus fejlesztéséből komoly anyagi jövedelmet valósítson meg, és másrészt pedig az is, hogy a mi helyi vállalkozóink bekapcsolódjanak ebbe a beruházásokba, és ezáltal ők is saját maguknak, illetve a családjaiknak komoly anyagi egzisztenciát biztosítsanak. A díj célja azon szervezetek munkájának értékelése, akik nagy mértékben hozzájárultak a város idegenforgalmának és gazdaságának fellendítéséhez. A továbbiakban is kitartó munkára és a lehetőségek kiaknázására kérték a résztvevőket. Újvidék polgármestere Milos Vucevic és Horváth Zoltán, a Városi Tanács egészségügyen megbízott tagja, ma meglátogatták a nemrégiben felépített Galenica laboratórium épületét Veterniken. A laboratórium felszerelése után júniusban várhatóak az új termékek. A Galenica gyógyszergyár laboratóriumának megnyitása nagy jelentőséggel bír Vajdaságban. Az újvidéki gyógyszertár így a Galenica termékeivel nem csak a 34 gyógyszertárat tudja majd ellátni, hanem az egészségházakat, a vajdasági klinikai központot és más egészségügyi intézményeket is. Očekujemo u 2015. godini da se hitno krene u javnu nabavku opreme i da već polovinom 2015. godine Galenska laboratorija apotekarske ustanova sada počne da radi, odnosno da proizvodi sve one galenske preparate za koje će biti osposobljen. Vajdaságban jelenleg csak Pancsován működik a Galenica gyógyszergyár laboratóriuma. Az újvidéki labort hamarosan megnyitják, amivel jelentősen javíthatnak a vajdasági gyógyszerellátás helyzetén. Eddig a város költségvetéséből 20 millió dinárt költöttek a laboratórium kiépítésére, és még legalább ennyi kell majd a felszerelésre. Gradonačelniku mogu da obećam da će do juna meseca Galenska laboratorija proizvoditi. Sredstva su obezbeđena i nema ni jedan razlog da to ne bude tako. Krećemo momentalno čim prođe Skupštinu grada u realizaciju. Zna se tačno šta će biti kupljeno po unapred pripremljenom protokolu i do juna meseca prvi galenski preparati izlaze. A polgármester szerint a laboratóriumban az eddig kiképzett munkások maradnak. Új munkaerő felvételére azonban egyelőre nincs lehetőség. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap virradóra megérkezik az igazi tél. A szakemberek szerint térségünket szombat éjjelre egy markáns ciklon éri el, ami sűrű havazást hoz, és a hőmérséklet is jelentősen visszaesik. Az elmúlt napok koratavaszias időjárása után megérkezik az igazi tél. A meteorológusok szerint az elkövetkezendő napokra sűrű hóesésekre kell számítani. A nappali maximumok mínusz 3 és mínusz 5 fok körül alakulnak, éjszaka viszont mínusz 10 fokot is mérhetünk. Erős széllel érkezik meg az idei tél, mivel alacsony lesz a maximum hőmérséklet, a hó tartós lesz, ezért csúszós utakra és jégre kell számítani, figyelmeztet a meteorológus, illetve erős hóesés és hófúvások nehezíthetik a közlekedést. Szombattól kezdve folyamatosan csökken a hőmérséklet, úgyhogy holnap már nem nagyon lesz pozitív az érték, és tehát a vasárnapra már keményen mínuszok lesznek. Azzal, hogy valószínű, hogy vasárnap hajnali óráktól intenzív havazás kezdik, ami gyakorlatilag egész vasárnap havas lesz. Tehát a jelenlegi számítások, modellfutatások szerint a leesett hó mennyisége
durva 15 és 25 cm között várható. Valószínű, hogy hétfő reggeli órákig fog esni a hó kisebb-nagyobb megszakítások, a intenzitással. Az emberek nagy része már napok óta hidegfronti panaszokkal küzdik, vannak, akik már nagyon várták a hideg télies időjárást. Épp hallottam egyik ismerésem, hogy lesz mínusz is 15, hát mit csináljunk, erre rá kell szokni. Talán nem lesz itt nálunk, de hát nem. Nem volna jó, ha jeges volna az idő. Nekako očekujemo, nije kaže zima, ako nije i hladno, el tako? Pa tako kažu. A szakemberek szerint a hó tartós lesz, hiszen negatív értékeket mérhetünk majd az elkövetkezendő napokban. A leghidegebb időszak szilveszter napjára, új évre várható, hiszen akkor akár mínusz 15 fokot is mérhetünk minimum értékként, de a nappali maximum is mínusz 8 fok körül alakul majd. Hófúvás és erős havazás nehezítette meg Moszkva lakosságának életét csütörtökön. Az orosz főváros környéki nemzetközi repülőtereken 23 járatot töröltek, és mintegy 170 késett. A helyenként óránként 60 kilométeres szélben 17 cm hó esett. Több kilométeres dugókban araszoltak egész nap a gépkocsikban utazó moszkvaiak. Két óra leforgása alatt több mint 1000 baleset történt. Az autóutakon több mint 440 melegedő helyet alakítottak ki. A rendkívüli időjárás miatt az orosz kormány ülésére több miniszter késve érkezett. A havat és erős szelet hozó ciklon nem csak Moszkvát, hanem moszkvai régió délkeleti részét is érintette. Dél-Kelet-Ázsiában a 10 évvel ezelőtti szökőhullám áldozataira emlékeznek. 2004. december 26-án reggel 7 óra körül 9,3-as erősségű földrengés történt az Indiai-óceán mélyén, Szumátra szigetétől nyugatra. A földmozgást követő cunami 14 országban összesen 230 ezer halálos áldozatot követelt, és 2 millió ember tett földönfutóvá. Megemlékezést tartanak Indonéziában, Tájföldön és Sri Lankán, valamint több európai fővárosban is. A háromnapos tájföldi eseménysorozaton Magyarországról a Baptista Szeretetszolgálat van jelen, amely annak idején két orvoscsoportot is küldött a helyszínre. Fifi szigetén péntek délelőtt nem nyitnak ki a búvárüzletek, nem futnak ki a kikötőből a turistákat szállító hajók, és a szórakozó helyek is zárva maradnak. A szabadkai motorversenyző Szagmeister Gábor 2015-ben is indul a Dakar Rallyn. A vajdasági motoros 8. alkalommal képviseli egyedüliként Szerbiát a nagymúltú nemzetközi versenyen. A futam előtti napokban főleg a lelki felkészülésre fekteti a hangsúlyt. Január 4-én Dél-Amerikában rajtol a Dakar Rallyn a szabadkai motorversenyző Szagmeister Gábor. A közel 10 000 kilométeres útvonal főleg földes, homokos terepen húzódik, ez megnehezíti a versenyző dolgát. A résztvevők Argentínában, Chilében és Bolíviában is versenyeznek. A verseny tovább nehezíti az is, hogy ismeretlen terepen kell a versenyzőknek feltalálniuk magukat. Számolniuk kell a műszaki hibákkal is. Gábor új KTM 450-es motorja azonban remélhetőleg jó veszi majd az akadályokat. Szagmeister 8. alkalommal képviseli Szerbiát, szeretné, ha szurkolói idén is elégedettek lennének teljesítményével. Az egész dolog arról szól, hogy nagyon precízen is összpontosítsak a versenyre, mert itt minden nap 7-800 kilométerről van szó, ami 12-től 15 órát motorozás jelent, és ott kell lenni. Tényleg ott kell lenni, mert nagyon jól tudom, hogy Szerbia kizárólag én képviselem már 8-szor a Dakar Rallyn, és tudom, hogy nagyon nagy szurkolótáborom van. A szabadkai motoros tavaly érte el legjobb eredményét, 53. helyen ért célba. Legfőbb célja, hogy idén is sikeresen teljesítse a távot. Janko Tipsarevic februárban visszatér a pályára. A szerb teniszező sérülés miatt több mint egy év játékot hagyott ki. Tüdőgyulladás miatt nem utazhatott el Indiába, és az Australian Open tenisztornán sem vehetett részt. A következő évi felkészülés megkezdését tehát el kellett halasztania, de az egészségi állapota már kifogástalan, és 2015. februárjában újra láthatjuk a pályán. Tipsarevic eddig 4 ATP torna győzelmet szerzett, 2010-ben pedig megnyerte a Davis kupát.
Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer egy-egy mondatban. Nem fogadta el a szerb kormány a tanügyi szakszervezetek javaslatát. Nagy kihívásokra számíthat Szerbia a jövő évi soros EBSZ elnöksége kapcsán. Van még tennivaló, de alapvetően jól teljesített a szabadkai önkormányzat. Évértékelőt tartott Maglai Jenő Szabadka polgármestere. Újraindult a termelés a legnagyobb kolubarai színfejtőben. Köszönöm a figyelmüket! Ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat, műsorainkat is visszanézhetik. További szép estét kívánok, viszontlátásra!